A minap napvilágot látott KSH adatok alapján az derült ki, hogy az elmúlt 2 évben 8000-re lesz esett vissza a születésszám, és nem feltétlenül arról beszélhetünk, hogy a szándék hiányozna, hanem egy idézőjelbe tett népbetegség, a meddőség is az okok mögött keresendő, viszont a téma még mindig tabuként van kezelve. Ezért meghívtuk vendégként Bónácz Boglárkát, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadót. Jó reggelt kívánunk, köszöntjük sok szeretettel. Kezdjük sokkal, örülünk, hogy itt van. Hogy akkor egy picit beszéljünk magáról a meddőségről, és arról a körülötte lévő védőbulokról, amitől ez gyakorlatilag tabuvá válhatott. Tulajdonképpen ugye nagyon-nagyon sok pár vágyik gyermekre Magyarországon, de a legfőbb probléma most az, hogy a meddőséget magát teljesen tabuként kezelik. A meddőség az egy rossz dologként van feltüntetve, ami egy negatív dolog, az a nőnek vagy a férfinek a hibája, mert hogy nem tud gyermeket nemzeni. És ugye ez a probléma, ez nagyon központi, és nagyon aktuális most már a manapság Magyarországon, és ugye ezért fontos az, hogy mi szaktanácsadók bejöttünk idézőjelbe a képbe, mert rendkívül telítettek a meddőségi klinikák, nagyon-nagyon túlterheltek az orvosok, és nincs idő arra, hogy a pacienseket felvilágosítsák pontosan, hogy mi fog történni a kezelések alatt. És ugye itt jövünk be mi a képbe, a szaktanácsadók, akik tudunk segíteni abban, hogy pontosan mi fog következni, mi miután történik. Például egy lombik kezelés előtt el tudjuk mondani a pacienseknek, hogy mi történik egy petesejt leszívásnál például. Vagy mire számíthatnak, hogyha a lombik kezelések nem vezetnek sikerre. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dologban tudunk mi segíteni szaktanácsadók, amik tabuként vannak tulajdonképpen kezelve. De maguk, bocsánat meg, tehát maguk az eljárás, az eseteknek a leírás, a diagnózis, az eljárások, az egy kidolgozott rendszer. Hogyha jól értem, akkor az önök által végzett, vagy az ön által is fontosnak tartott szaktanácsadás az, és nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de talán nem ok nélkül, arra irányul elsősorban, hogy megnyugtassa, képbe helyezze, elfogadóvá, önmagával és az eljárásra szemben is türelmessé tegye az önökhöz fordulókat. Így van. Tulajdonképpen ez úgy kell elképzelni, hogy az orvosi kezeléseket kiegészítve egy komplex lelki tanácsadás pszichológiai eszközökkel. Tehát tulajdonképpen így kell elképzelni, és ugye ebben tudunk segíteni a pacienseknek, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi is nem fog történni velük. Talán abból kifolyólag, hogy az, hogyha valaki esetleg nem képes a teherbe esésre, na próbálok fogalmazni, az gyakorlatilag akkor derül ki, amikor megszületik a szándék, hogy mondjuk egy pár szeretne közös gyermeket. Vagy lehet a meddőségről már ezt megelőzően is beszélgetni, egyrészt oldani az e körüli tabusítást, a feszültséget, és esetleg vannak-e arra utaló fizikai jelek, ami alapján ez kiderülhet, mondjuk talán elsősorban egy nő számára, hiszen nekünk azért úgy van összerakva a kis szervezetünk, hogy azért hónapról hónapra gyakorlatilag mindig van például egy olyan periódikus ismétlődő folyamat, ami mondjuk akár vissza is vezethető arra, hogy ott vannak más problémák, vannak kötelező vizsgálatok, ahova a nők azért eljárnak a férfiaknál, ez ugye kevésbé jellemző. Tehát hogyan lehet ezt akár egy kicsit jobban segíteni preventív jelleggel? Így van, nagyon fontos lenne az edukáció egyébként ilyen szempontból. Pontosan azért, mert ugye most közeledünk az endometriózis világnapjához. Szombaton fogják megtartani Budapesten, és nagyon-nagyon sokszor rendkívül későn derül ki a probléma. Tehát nem vagy el van bagatelizálva, vagy nem úgy veszik észre, vagy úgy vannak vele, hogy például egy fájdalmas menstruáció az, hát mindenkinek fáj, nem tudok mit tenni, pedig alapesetben nem szabadna, hogy fájjon. Tehát nagyon sokszor van olyan jel, amire igenis rá kéne figyelni a hölgyeknek, és oda kellene figyelni, és el kell menni mindig rendszeresen nőgyógyászati vizsgálatra, és ott jó esetben vagy tovább küldik szakorvoshoz, vagy észreveszik ugye a problémát, és már a magjánál elkapják. Mi is rögtön szerettünk volna a házasság után gyereket a feleségemmel, nem jött össze azonnal, bennünk is volt aggódás, hogy mi történik, és a nőgyógyásza annyit mondott nekem, hogy csinálják örömükben.
És ami abból a szempontból fontos, hogyha egyfajta feszültség, nyomás lekerül az emberről, akkor nyilván a természetes megfoganásnak a lehetősége is nő. A meddőségi kezeléseknél is megfigyelhető az, hogyha az érintetteknek van pszichológiai támasza, akkor könnyebben veszik az akadályokat, és egy meddőségi kezelésnek a végén, akár egy lombik program végén is nagyobb sikerességű a megtermékenyülés. Maga a megtermékenyülésnek a sikeressége ez nem garantált, nincs összefüggésben, nem mutatták még ki statisztikailag, hogy összefüggés lenne azzal, hogyha pszichológiai támogatást kapnak, de nagyon sok esetben a pszichológiai támogatás abban tud löketet adni tulajdonképpen a pároknak és a hölgyeknek, hogy folytassák. Mert ugye egy veszteség után, egy olyan veszteség után, amit mindenki rendkívül nehezen tud kezelni, nem kapnak megfelelő szakmai segítséget, és nem kapnak megfelelő lelki hátteret, lelki segítséget, akkor nagyon sok esetben például abba marad a folyamat, mert úgy érzik, hogy nincs honnan feladják meríteni, feladják, nincs honnan meríteni, nem tudják tovább folytatni, mert ez egy rendkívüli trauma a párok életébe, és ugye a párkapcsolatot is befolyásolni tudja, és ugye ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy támogatottság. Remélem, aki ezt látta és érintett, átérzi, hogy ez mennyire fontos Bónász Boglárkának, meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadónak. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm!